Szombaton rendezték meg a Bosch Mesterek tornája és dupla köteles országos bajnokságot, melyen 16 egyesület, mintegy 150 versenyzője vett részt. A versenyzők között volt az Európa bajnok Hanuszik Lilla is. Magamhoz képest teljesen jó volt. Azokat nyújtottam, amit kitűztem magam elé célul. Elmondta, célja, hogy megtartsa címét. A 11. alkalommal megrendezett versenynek idén plusz tétje volt, hiszen ezen a tornán derült ki, hogy kik jutnak be a nyári Európa-bajnokságra, melynek szintén városunk ad majd otthont. A Magyar Ugrókötél Szövetség elnöke úgy érzi, erős az idei mezőny. Tizen sok éve ugye Magyarországra kerül vissza az Európa-bajnoki cím, hogyha az egyéni nőket nézzük, ami szerintem tök jó. Ez azt jelenti, hogy alapvetően nagy feladat innen kikerülni egy Európa-bajnokságra, és egymást taposva próbál mindenki egy-egy helyet megszerezni, ugyanis csak 5 van belőle, tehát minden ország 5 helyen rendelkezik. Nálunk sokkal több jó versenyző van egyéniben is, mint ott. Hozzátette, a felkészülés során a szövetség feladata, hogy motiváltan tartsák a versenyzőket.